Megkezdődött a sör egyik legfontosabb alapanyagának, a komlónak a szüretelése Csehországban. A közép-európai állam a világ egyik legnagyobb komló termelője. A termés több mint a felét exportra szánják, főként Kínába és Japánba. A 60-80% külföldre kerül, főként a finom aromájúak, mondja a Komlótermelők Szövetségének elnöke. Amíg a koronavírus járvány óta csökkent a sörgyártás, a magasabb komlótartalmú prémium sörök iránt megnőtt a kereslet. Csehországban jelenleg 120 termelő mintegy 5000 hektáron termeszt komlót. A legkorábbi feljegyzések a 11. századból származnak a komlótermesztésről, amely az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb növénynek számít Csehországban.